Sziasztok! Rigó Ricsi vagyok, és most megmutatom nektek, hogy hogyan csinálom az evezést szakadt combokkal. Ez a kijelentés egy kicsit túlzás volt, mivel már a combjaim relatív jól vannak, helyükön vannak az izmok, tudom használni őket, tudok menni, tudok edzeni rájuk is már. De ettől függetlenül az edzés során oda kell rá figyelni. Jelenleg Kecskeméten vagyok Zoboki Tominál a Next Fitnessbe. Számomra nagyon fontos, hogy a teamtagokkal találkozzak, ápoljam a kapcsolatot. Nekem nagyon sok plusz élményt ad az, hogy új helyen tudok edzeni, új embereket ismerek meg. És még egy pozitív dolog, mindig tanulok újat az edzéssel és elítkezéssel kapcsolatban. Mindenki számára ismert ez a gyakorlat, hogy döntött törzsű evezés. Ez általában a kezdőknél, még nálam is ilyen egós gyakorlat volt, hogy minél több súlyt pakoljunk rá, és minél jobban rángassuk a súlyt. Ami általában úgy végződött, hogy a csukját edzettük meg. Vitatkozhatnánk ezen a gondolatmeneten. Természetesen a hátizom is ugyanúgy belekapcsolódik ennél a gyakorlatnál is, vagyis ennél a fajta végzésnél is, de nem olyan mértékben, mint ahogy én majd meg fogom nektek mutatni. Én ezt a gyakorlatot egy fényképről ismertem föl, méghozzá Schwarzeneggernek volt egy fényképe, amikor egy fekvőnyomó padon áll, és akkor a evezést úgy végezte, hogy negatív tartományba engedi le a lábujjai alá. Jelen pillanatban sajnos én ezt nem tudom még így végezni, de a mentorom, Huszár Ernő úr bemutatta nekem a tavalyi év során ezt a evezési módszert, és amióta használom, amióta így végzem, a hátizmom jelentős fejlődésbe indult. Szabványos 20 kilós rudat fogok használni hozzá, bemelegítést is fogok vele végezni először, mivel ez a gyakorlat nagyon igénybe veszi az egész testünket, nem csak a hátizmot, ugyanúgy a farizmot, a lábizmot, a combizmot, a hajlítót, a vádlit. Hozzáteszem a karokat, szóval teljes tartományban használja az egész testünket. A fogást válszélességtől egy kicsivel szélesebben szoktam használni. Kisebb súlynál nem fogom át a rudat, csak belehelyezem a rudat a ujjaim közé, tartom, tartófunkciót végzek, ezáltal megpróbálom kikapcsolni az alkart és a bicepszizmot, hogy minél jobban tudjak koncentrálni a hátizom összehúzódásra. Kiindulási helyzet. Teljesen nyújtva lent a földön, minél jobban leengedjük a súlyt, továbbra se fogom át a rudat, és egyszerűen csak felhúzzuk. A lábam egy kicsit hajlítva van, ezáltal fixen van a hajlítóizom és a farizom, teljes feszülés alatt van, behúzom köldök tájékára, majd egy picit megtartom. Itt a hátizom teljes csúcsösszehúzódást végez, majd vissza kiengedem. Fontos, hogy kontrolláljuk a súlyt lefelé menetbe, nem az legyen, hogy lefelé menet ledobjuk, leengedjük, mert amikor ilyet csinálunk, akkor az izmok rándulnak és sérüléshez vezethet. Fontos tudnivaló még a gyakorlat során, hogy nem karból húzzuk fel a súlyt, hanem könnyékből és a lapocka összezárodására figyelünk mindenféleképpen. Ezáltal a teljes hátizmot megmozgatjuk. Nem csak a felső részét, hanem a alsó és a hosszú hátizmot is. Ezt a gyakorlatot abszolút nem tudjuk óriási súllyal végezni, mivel nagyon igénybe veszi az egész testünket, amit már előbb kifejtettem. Érdemes kis súllyal, piramis elven fölmenni, magas ismétléssel, amikor már szabályosság rovására megy a gyakorlat végzés, akkor eléggé elfárasztottuk a hátizmokat.